szépen! Köszöntök mindenkit! Köszöntök mindenkit! Molnár László vagyok a CIFK Csillagászati Intézetéből. Ez egy új név, régenben kicsit rövidebb volt. Az akadémia átalakítással a kutatóközpontok nevei is megnőttek, úgyhogy valószínűleg innén jobban ismernek engem számosan a hallgatóságból. Ezúttal a Kepler ültávcsőről fogok beszélni, amivel szakmailag én is kapcsolatban állok. A Kepler ültávcső egy amerikai program, 2009 elején állt napkörüli pályára, ahonnét exobolygókat keres, méghozzá sok számú exobolygót, hogy róluk statisztikát tudjon végezni. A fő cél a Földhöz hasonló bolygók gyakoriságának a megállapítása a tejútrendszerben, tehát olyan bolygók, amik naphoz hasonló csillagok körül a lakhatósági zónában keringenek, és kicsi földszerű kőzetbolygó. Ugye idáig csak gázóriásokat, illetve néhány közeli kőzetbolygót ismertünk. Ezt a tranzit fotometria módszerével kívánja elvégezni. Egyszerűen megméri folyamatosan, illetve folyamatosan monitorozza rengeteg csillagnak fényességét, és olyan bolygórendszereket keres, ahol a bolygók pályasíkjára jeléről látunk rá. Ilyenkor a bolygó az minden egyes keringésnél elhalad a csillag korongja előtt. A korongot természetesen nem látjuk a csillagok pontforrások a távcsövek számára, ellenben a korong, a bolygó korongja kitakar egy kis darabot, és az áthaladás alatt a csillag fényessége az lecsökken, és ezeket a kis trapéz alapú fényességcsökkenéseket keressük az adatokban. Nem arra. Persze 150 ezer csillagot folyamatosan monitorozni az nem egy kis feladat. A Kepler által megfigyelt látómező, a Kepler az egy darab égterületet figyel folyamatosan az égen. Ez kb. 115 négyzetfok, ezt úgy kell elképzelni, hogy tegyünk egymás mellé 550 terigoldat, vagy pedig az égen egy ilyen kinyújtott tenyérnyi terület. Ezen kb. 13 millió objektumot katalogizáltak, és egy ilyen felvétel, ez 42 darab CCD-nek a felvétele, ez 95 megapixel, egy ilyen nyers kép az 430 megabájt, ez túl sok adat. A Kepleren egy RAD 750-es processzor működik, ez a PowerPC 75-nek az űre kifejlesztett változata. Ez egy ipari standard a NASA-nál, a Curiosity is ezt használja, és egy 16 GB-os solid state recorder van rajta, de nem is ezek a fő limitációk, hanem hogy ezeket az adatokat a Földre le kell sugározni. Így hát a 95 megapixel és a 13,2 millió objektum helyett csak előre kiválasztott csillagokat figyel meg a Kepler. 170 ezer van kiválasztva bolygókeresésre, és további 7 ezer olyan csillag, ami kifejezetten magát a csillagot akarjuk megvizsgálni, és csak a csillagok körüli pixeleket tárolja az ültávcső. Tehát így néz ki a felvétel, és ezekből ezeket a kiválasztott pixeleket menti csak el az ültávcső. Ez így 5,5 megapixelt jelent, amiről fél óránként készül egy mérés, valamint 512 kiválasztott csillagról 1 percenként is, és ezzel így egy olyan 90-100 gigabitnyi adat termelődik havonta, amit aztán minden hónapban ültávcső lesugároz a Földre. Az adatfeldolgozás tárolás az nagyjából automatikus pipeline-okkal történik, ezek végzik el a korrekciót az adatokra, a bolygókeresést, illetve az archiválást. Ugye ezeknek az adatoknak a feldolgozásához, modellezéséhez, a bolygóknak a kiértékeléséhez NASA szuperkomputereket, illetve a űrtávcsövek adatai közösen tároló Mikulski Space Archive-ot használják. Amerikában nem lehet gondot élő és működő szenátorról elnevezni ilyen intézményeket. Ugye Mikulski a Maryland államnak, ahol a Space Telescope Science Institute található, a szenátora. Így néz ki
egy nyers adatsor. Itt a fényesség van ábrázolva az időfüggvényében, látható, hogy tele van mindenféle műszeres és egyéb effektusokkal, azt a pipeline-on nagyjából kiegyenesíti, még ezeket a zavarókat innét kimaszírozzuk, akkor megkapjuk a végleges adatot, és itt vannak ezek a fényesség csökkenések, ez egy bolygó, és ha jó közelről megnézzük, akkor ez itt a távoli bolygó, akkor még ha kisebb csökkenéseket is látunk, ezek 8-10 naponként történnek, és ez a Kepler első kőzet bolygója, a Kepler 10b. És felhívom a figyelmet, hogy itt a negyedik tizedes jegyben van az első nem 9-es jegy, tehát ez olyan 5%-10%-nyi fényesség változás. A Kepler már rengeteg érdekes rendszer felfedezett, számos bolygó esik lakhatósági zónába, van, ami a csillag hőjétől éppen párolog, van, ahol 6 mutat egyszerre fedést, a Tatooine-t azt többször megtaláltak. És hát a magyarok is közreműködnek Keplerben, mi nem elsősorban az exobolyókat vizsgáljuk, hanem a csillagokat. Egy kb. 20-adnyi kutatóból álló kutatócsoportban eddig kb. 49 szakcikk jelent meg, melyben első vagy társszerzők voltunk, és a legnagyobb eredményünk az ennek a hármas csillagrendszernek a megtalálása és megvizsgálata volt, ami a Science-ban jelent meg, ugye a Science and Nature-el együtt a két vezető tudományos természettudományos folyóirat, és hát nem minden nap történik meg, hogy egy Magyarországon dolgozó magyar kutatócsoport első szerzős cikket publikál a Science-ben, ezt a mi csoportunknak már sikerült elérnie, és hát reméljük, hogy a folytatás is ilyen fényes lesz. Köszönöm szépen! Kérdés, hogy miért havonta tölti le az adatokat a Kepler, és meddig tart, amíg az adatokból felfedezés lesz gyakorlatilag. Hogy miért pont havonta, azt nem tudom pontosan, tippem az, hogy ennyi adat fér a tárolóegységre, és eleve úgy van az üzemeltetés kitalálva, hogy negyed évente fordítanak 90 fokot az űrtárcsőn, hogy a nap elem a nap felé nézzen. És egy negyed évben háromszor töltenek le minden hónap után, úgyhogy gyakorlatilag így van szakaszokra osztva a működéshez, nyilván, hogy az adattárolás és egyéb megfontolások miatt döntöttek a havi adattárolásnál. A kiértékelés és a felfedezés az változó, hogy mitől függ. Néhány, hogy is van, mennyi csúsz átfedés van. Néhány hónap, amíg az összes, egy negyed év az összes adata átfut a pipeline-on, a korrekciók megtörténnek, a bolygósok kiértékelik a bolygójelölteket, és elérhetővé válnak az adatok. Mondjuk mi speciál nem a korrigált adatokkal dolgozunk, hanem a nyersen, mert az a bolygókra van kitalálva, és olyan csillagokra, amik erős, nagy fényváltozást mutatnak, azokba belerondít. És hát gyakorlatilag néhány egy-két hónap, amíg az adatokat megkapjuk, és akkor onnéttól már a kutatókon múlik, hogy akkor mennyi idő alatt lesz tudomány és cükk és felfedezés. Ott hátul az a következő kérdés. Mennyi a Kepler élettartama, meddig lesz fel? Mennyi a Kepler élettartama? 3,5 év volt az elsődleges misszió, ez novemberben fog letelni, és idén tavasszal további 2+2 évvel meghosszabbították a missziót. A Kepler egész jó egészségnek örvend, a 4 giroszkópjából egy döglött be most nyáron, az a szerencsére redundáns rendszer, úgyhogy 3-mal még továbbra tud működni. Más fogyóeszköz, mint hajtóanyag, az még körülbelül 10 évig elegendő, úgyhogy ha több giroszkóp nem döglik be, akkor gyakorlatilag csak a pénz limitálja, hogy meddig fog működni a Kepler. Még egy kérdés? Ez olyan nehéz, hogy ilyen az adatok volt?
Igen, mind múlt, hogy ezt a csillagot mi, illetve én ebben a cikkben nem vagyok benne, de a magyarok fedezték föl. Ez részben szerencse, hogy ugye rengeteg csillag van, és magának a Kepler Science Teamnek sincs erőforrása minden adatot részletesen feldolgozni, ők a bolygókra koncentrálnak. Erről a csillagról elég hamar kiderült, hogy nem bolygó van benne, hanem csillagok fedik el egymást, és gyakorlatilag a magyarok voltak azok, akik ezt a csillagot kiszúrták maguknak, és elkezdték vizsgálni. Hát a kérdés, hogy hogyan dől el, hogy ki milyen adatot használ. A bolygókkal az amerikaiak foglalkoznak, tehát a Keplerhez kapcsolódó közvetlen team, illetve először ők láthatják az adatokat. A változó csillagokra van egy főleg európai központú konzorcium, és ennek gyakorlatilag munkacsoportok vannak, akik megfelelő típusú csillagokkal foglalkoznak. És az adatokhoz a konzorciumon belül mindenki hozzáfér, illetve hamarosan az összes adat publikus lesz. Úgyhogy gyakorlatilag kutatóknál általában előre megvan, hogy ki milyen típusú objektumokat hoz ért, mit ér, ki mi, ami érdekli, és akkor gyakorlatilag ténylegesen átnézi az egyes fénygörbéket, és az alapján választ, és ha bejön, akkor science cikk is lehet belőle. Köszönjük szépen, Lenárt Györgynek, László Ittes.